mikor valami új műsor van, ki kell próbálni, mert ugye nálunk cenzúra az nincsen, csak hát ki kell próbálni. Ja, hogy van-e, tudod? Kipróbáltuk ezt a műsort is, nem is akárhol. Fogadás volt a BM-ben, képzeld el. Ja, Békás Megyeren, és tudod... Tartott a miniszter elvtárs, és nekem szóltak, hogy oda el akarok menni. Na, rossz vagy. Nyugodj meg, te is mennél, ha megtudnád, hogy akarsz. Nyugodj meg. Na, ott a műsort elmondtam, azért mondtam el, mert úgyis visszajutna hozzájuk, tudod? Hogyan? Olyan csatornájuk van, te. És az soha nem dugul el. Állandóan karba van tartva. Ezt nem akartam én se elhinni, hogy van ilyen csatorna, de aztán tapasztalatból rájöttem. Laktunk egy hotel szobában, haverok négyen. Három a szobában fenn volt, én meg, hogy megyek fel, mondom a kis pincér csajnak, hogy csókolom. Hozzam már fel a szobába nekünk négy üveg sört. Megyek föl, benyitok. Te ezek ott hárman, gatyában úgy szitták a rendszert. Hogy melyik rendszer? Nem ide valósi vagy? Pont most, amikor veszik. Melyik rendszer? Nagy választék, nincs az igaz, de... Melyik rendszer? Ezt a VHS rendszert. Azt meg nem tudod melyik, mi? Akkor te szíthatsz mindent, neked szabad. Csak azért kérjél papírt, illetve cédulát. Fele is elég. Na, szóval te, ezek olyanokat mondtak ott hárman, az egyik azt mondta, ilyet képzeld, de azt mondta, hogy azért van a patkánynak négy lába, hogy hamarabb eléri a kukát, mint a nyugdíjas. Meghallják, hülyék! De hogy a nyugdíjasoknak azért adják be tetanusz injekciót, mert veszettül érzik magukat. Meghallják, te szerencsétlen! Hogyan hallják? Ide figyelj! Oda mentem a vízcsapot, a csapot kinyitottam. Mondom bele a vízcsapba, hogy főhadnagy elvtárs. Legyen szíves a szobánkba fölküldetni négy üveg sört. Kopognak. Nyílik az ajtó, ott a kislány, kezében a négy üveg sör. Na ezek hárman, puf, mindjárt álljótak. Na, kinek volt igaz a hülyék? Ugyhogy meghallják, hülyék. Na, a kislány megy el, azt mondja az ajtóból vissza. Művész, mi a baj? Azért meg két-három percet késtem, nem kellett volna szólni a főhadnagy elvtársnak. Szóval vigyázni kell, tudod? Ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már az. A zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Na, Szűz Máriáját, hát... Már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádiót? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom az puf, mindjárt eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele. Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott? Hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza. Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! És telít neki! Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész.
A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Most már annyira átmentünk koldusba. Olyan vastag a bőr a pofánkon, te, hogy az valami... Hát emlékezni arra a tévéműsorra, a vitrai műsorra, az a telehere. Hát, de... És ahogy nézem, egyre inkább mindenkinek tele lesz. Na most, amelyikbe a pénzt felajánlotta a múmia, emlékszel rá? Na. Tudod? Azt mondta, adok még majd 60 ezret, ha megmurdelek. Anyukám, gyerünk, hát most kell a pénz. Hát később a régen is ad. Szóval mondom, nyugalom, mama. Bemondták, és kész. A harangok Rómába mentek. Nyugalom. Nem kell idegeskedni, mama. A csillagok azok maradnak. Na, azért ennek jobban örülhetné. Szóval mondom, nyugalom, mama. Bemondták. Harangok Rómába mentek. Amíg ilyet mondanak, addig nincs baj. A baj majd akkor lesz. Azt mondják, hogy elvtársak, azért nincs mit enni, mert bőjt van. Na de ilyet nem mondanak. Ma jövőre. Anyagi gondoktól menekülünk, a világ bankjába bekerülünk. A fakanál kopogjon ne a szemünk. Fekete János a pénzre ügyel, ami nincs, senki sem viheti el, hogy a fakanál gobogjon ne a szemünk. Néha a szomszéddal veszekedünk, de azért sohasem verekedünk, csak öregedünk és törekedünk, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. A fakanál kopogjon ne a szemünk. Habasz figyelj! Keleti-nyugati pályaudvar. Medui, edui, menjen a vonat az áruinkkal. Dollár is, rubel is kedves nekünk. Megoldást keresünk, helyezkedünk. Kinyílt a szemünk és kereskedünk. Hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Hát idáltalá, üdderidera, üdderidera, nyugati partner, ha ide repül, valami pénzünkbe belekerül. Hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. És mikor kocintunk, ha jön a hört, konyakos pohárban szobi a szört, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Tidam, 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 dibiribarabarabam. Rendelet írja ezt elő nekünk, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Na most segíts! A fakanál kopogjon ne a szemünk. Ez az! Nem így van. A fakanál kopogjon, ne a rendőr az ajtón. Arany tündér világos kertjeim. Képzeljétek el. Mit? Kedves vagyok? Ja. Azt hiszem, hogy beteg leszek, akkor vagyok ilyen. Mikor bennem van a vírus. Jó, de gribik a vírus. Kérlek szépen. Azért sok minden más most már, hát például van sajtótörvényünk, gyerekek, hát nem tudtam, mi hiányzik, aztán most már tessék, most már ez is megvan. Akkor most már dőzs, mi? A sajtótörvény azt jelenti, hát ha nem tudod, ugye nem azért, hogy hát ha, hogy az újság most már mindent megírhatna. Hát de rossz vagy, úgy értettem, hogy az újság mindent megírhat, pont. Na, ez egy olyan dolog, gyerekek. Na, egy példa.
Erről már sok szó esett, de azért még egyszer. Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta. Hát tudta is a mama. Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat. És először kit vágtak fejbe? A kapitányt. Ha, ahogy kell, rangsor szerint, persze. És az emberek utánam, pófra. Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volt, na. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Azt mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés. Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje. Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj! De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt. Vagy szegény rendőrök nem is mernek semmit se csinálni, mert, hogy mondjam csak szóval, mi nem mellettük állunk. Szegénykének hát el kell tűrni minden, aztán még felelősségre is vonják, hogyha, ha intézkedik. Hát most kékfény, legutolsó adása. Egy kétméteres rendőr, azt mondja, hát mondtam neki, hogy álljon meg, az meg csak futott. Egy ilyen büdös lábú diszkópatkány, ott az ő... Aztán nem állt meg, azt az orrom elé rugott, akkor aztán megint mondtam neki, hogy álljon meg. Aztán csak futottunk. Na, aztán megint mondtam, hogy álljon meg, mert mind a ketten kezdünk fáradni. Nem állt meg, hanem elővette azt a láncot, aztán gyűjt nekem. Na, akkor elővettem a pisztolyomat, aztán figyelmeztetőleg a levegőbe lőttem. Megijedtünk mind a ketten, az biztos, de az meg csak nem állt meg. Na mondom, akkor a másik figyelmeztető lövést, hogy nehogy tovább fussak, a lábam elé lőtem. A hüvelykujjamon azóta nincsen köröm. Majd aztán, amikor csak gyűjt nekem, akkor céloztam, aztán rálőtem. Na. Én nem értek hozzá, de hát, ha egy picit. Ezt máskor úgy kell csinálni, hogy a tető jön szembe a rendőrrel. Ha én lennék mondjuk a rendőr, akkor így szembe, pum, aztán a levegőbe kettőt. És a szakértő döntse el, hogy melyiket lőttem először. Az emberek ne egymásra lessenek, hanem minél több pénzt keressenek. Nevetsz rajtam. Pedig hidd el, elkövetkezendő 50 évben, ezt rajtam kívül más neked többet nem mondja. Ilyen témában nem is érdeklődtek még nálad? Akkor a gazdasági rendőrség, meg az adóosztály még nem volt, mi? De tud, várjál. Annyira meg vagyok ijedve, hogy visszajött a hideg idő, te ezek behúzódnak mindenhova.
Nem mondok én oly maszlagot, hogy mi vagyunk a földi gazdagok. Ha nem félünk engedni a bátrakat merni, akkor talán az országot nem kell dobra verni. Mi vagyunk az S Model, oh yeah, Sies Model, oh yeah, Köves Model, oh yeah, a KGS T Model, well, 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 well. Uram, uram, rám ne haragudjál, uram, mert én becsületes vagyok. Engem nem vettek fel a jogi egyetemre. Én ügyész már nem lehetek. Csak maximum tisztességes benzinkutrabló. Ezt se értem te. Az utak nálunk állandóan fölfagynak ebben a kemény sarki télben, tudod? Svédország, Dánia az ilyen mediterrán vidék. Ott a hó olvadva esik, ha akarod tudni. Itt meg minden szar ráfagy. Egyszerűen. Kocsival a múltkor mentem egy ilyen úton, képzelj, egy számoltam a gödröket, 10 méterenként, ugye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem mondom, akkor ez az M7-es. Képzeld, olyan, mint a magyaros csokoládé. Már kezdtem megszokni, hogy hát nálunk ilyen az út. Amikor az út hirtelen ilyen sima lett, mondom, mi az? Hát én hülye, átmentem Ausztriába. Valógy szépen. Na most, a leges most még szebb jön, várja. A közgazdász mondja meg, hogy mikor kell menni, meg hogy merre. Múltkor is, képzeld el, elindultunk. Mentünk. Odaértünk. Nem ott volt. De hülyék, hetente megyünk másfele. Hát nem. Hát ennyi irány már nincsen. Azon se lepődnék, meg valamerre mennénk, aztán már jönnénk szembe. Na, drágáim, nagyon drágáim. Még milyen drágáim lesznek, várjátok csak. Szóval, nálunk most gazdaságilag rossz. Egyik haverom ment Amerikába pereputtyához, és mint a rokonok azt kérdezték tőle, hogy otthon, hogy éltek? Jól. Na, de hát bővebben? Nem jól. Nálunk most gazdaságilag rossz, de nem most lett rossz, csak most vették észre, tudod? Ez olyan, mint amikor a gyereknél a guminadrág kilukad. Nem akkor ment bele, amikor kijött belőle. Az összefüggéseket kell tisztán látni. Kis hazánkban 30-valahány éve játszanak szovjet filmeket, és úgy kezdődik minden szovjet film, hogy a film elején egy fiú meg egy csinos kislány így állnak. Kezdikben a kalapács, meg a sarló, és így fordulnak be. Emberek, ki ez a szerszám? És 42 éve senki nem jelentkezik.